Öngyilkos merénylő robbantott hétfő este Kairó óvárosában. A támadón kívül két rendőr vesztette életét, három pedig megsebesült. A helyi lapok beszámolói szerint a rendőrök üldözni kezdték a gyanúsítottat, aki elfogása közben hozta működésbe a nála lévő robbanó szerkezetet. A büntetett előéletű merénylőnek az egyiptomi hatóságok szerint köze volt egy múlt héten meghiúsult terrorcselekményhez. Az egyiptomi kormány egy évvel ezelőtt indított az egész országra kiterjedő hadjáratot a terrorizmus felszámolására, azóta több száz szélsőséges vesztette életét.